Hello mindenkinek, sziasztok srácok, én Dani vagyok, és itt vagyunk egy következő videóban! Na, mindegy, jó, nem baj, ez elég érdekes, és sikerült beköszönés, de ez pontosan tökéletes egy ilyen videónak, ugyanis ebben a videóban nem más lesz, mint egy bukettfú, megnézi a Minecraft-ba! Jó, oké, nehogy elmenjen a hangom, mert még azért kell videózni. Na szóval, akkor vágjuk is bele, és hogyha esetleg érdekeltiteket egy ilyen tökéletes bunker, akkor ti is mosogjatok úgy, ahogy a Minecraft skinem, és dobjatok egy lájkot erre a videóra, mert ez mindig fontos, de szerintem ezt már nem kell mondani, mert ez egy alap dolog. Szóval, és iratkozzatok is fel, PLS, köszi. Na! Szóval, menjünk is akkor be a bunkerbe, amit megtaláltam. Ott van az óriási nagy épület, oda kéne valahogy eljutni, valahogy bejutni, ami kérdéses lesz, mert elvileg tele van katonákkal, amitől nem tudom, egy kicsikét azért mégse annyira örülök neki, hogy itt tele lesz katonákkal, meg minden, ajaj, ott is vannak fennem úgy. Nem tudom, hogy nem fognak-e bántani, vagy valami, szóval megpróbálok azért inkább így óvatosan menni, és nem úgy, hogy így, ajaj, ott is ott van egy katona. Ajajaj, ezek nagyon-nagyon így örködnek meg minden. Kicsikét így tartok tőlem, úgyhogy bántani fognak, mondjuk eléggé vaksik, hogyha még most se vettek észre. Na mindegy, gyors megkerülöm mondjuk így innen. Jó, oké. Oké, ott ő lát engem. Ez nagyon-nagyon nem lesz jó. Itt bent amúgy van egy chest, most ezt nem fogom megnézni szerintem, mert nem nagyon tudok szerintem bejutni. És ott egy fej. Na jó, ez nagyon-nagyon kezd ijesztő lenni. Hol tudnék bemenni? Hogyha így balról kerülök, ő mondjuk így pont rám lát. Jajajaj, ott is ott egy katona. Jó, várjatok, várjatok, jó, oké, elfordult. Jó, oh, jó, oké. Oké, ő ott nem fog meglátni. Itt egyből itt van egy izé. Hogy jussak be, srácok, hogyha megfordul, egyből megyek, jó? Csak megfog. Jó, gyerünk! Gyerünk, jaj, jó, vissza. Oh, jó, ne, oké. Okay. Most, gyerünk. Jó, oké. Okay. Jó, oké. Okay. Jaj, lebuktam. De mi? Nem csinálnak semmit. Héjezredes, jaj, ne. Jaj, ne. Ne. Ne hívják az ezredest, én csak jöttem így körbenézni. Turista vagyok, tudják. Fogtunk egy betolakodót. Jaj, ne. Ez nagyon nem kezdődik jól. Hello. Igen, oké. Jaj. Jó napot, ezredes úr. Szia. Jó napot. Én csak jöttem körbenézni ebbe a bunkerbe. Hát, te mit keresel? Hát, igen. Én csak körbenézni jöttem, hogy milyen ez a hely, meg ilyenek, tudja? Én nem akarok balhét, nem vagyok ellenség, meg ilyenek, nem kell engem megölni. Én csak jöttem tényleg körbenézni. Ugye tudod, hogy... ezt nem lehetett elolvasni, ajaj. Ugye tudod, hogy ide szigorúan tilos a belépés? Nem volt kiírva úgy nagyjából sehova. Szóval ezért gondoltam, hogy így bejövök. Amúgy nem azért, de hogyha tilos belépni, akkor kiíratták volna való egy táblára. Vagy valami, mert most csak úgy, hogy random így ide jöhetnek emberek. Meg eléggé béna embereik vannak, hogyha én ideig be tudtam jutni. Nem azért mondom, ezt elmondom ám a elnök úrnak, hogy ennyire egyszerűen annyira hosszan ír, hallod, nem, vagy halljátok, nem tudok izélni. Tragikus egy katona. Kicsit ez logikus, ja, logikus, igen. Igen. Nyugodtan írja tovább. Csak nem lehetett tudja kiolvasni meg ilyenek. Ja, ennyi, na. Egy katonai bázisa. Aha. Hát, ja, igen, na mindegy. Eléggé bénák akkor a katonái, szóval igen, nem tudom, így nem léphetsz csak úgy be. Oké, rendben, hát akkor lelépek. Viszlát, hello. Mindegy, hát srácok. Akkor úgy tűnik, hogy ne állj. Ó, oké. Akkor mi legyen? Ezredes, gyere ide. Na, jövök. Igen, mit óhajt? Mit tegyek? Kezd ez nagyon-nagyon furcsa lenni amúgy. Egy kicsikét. Tehát most így bemegyek egy... Figyelj, szükségünk van emberekre. Elnézést, de én nem hiszem, hogy jó katona lennék. Meg nem akarok katona lenni szerintem. Nem annyira vagyok én erre szerintem felkészülve. Meg semmilyen képzést nem kaptam meg.
Meg hát nem is gondolom azt, hogy én ezt szeretnék lenni. Fogytán vagyunk. Aha. Mindegy, én nem akarok katona lenni, de hogyha körbevezetne, annak mondjuk örülnék. Tehát kíváncsi vagyok, majd én kiképezlek. Jaj, ne. Ne. Ne már. Jaj, Istenem. Jó, körbevezetlek. Na, igen, én csak a helyre vagyok magára úgy kíváncsi, hogy mi van itt ezeken a helyeken, meg ilyenek. Igen, ez egy lépcső, nyugi, ezt látom. Ó, igen, oké. Hát, szép munka. Nagyon gyönyörűen csinálja ezeket, na mindegy. Igen, igen, ez itt egy ilyen fővezérlőnek tűnik, vagy nem tudom, mennyire sok katona van már itt amúgy durva. Igen, ez mi? Fürdőszoba? Ez, szerintem ez fürdőszoba akar lenni, gondolom, vagy nem tudom, na mindegy. Érdekes, ez 2x3, 3x3. Nem, ez valamilyen, igen, az ott a pottyantó. Ja, oké, rendben, akkor mindegy, hanyagoljuk. Itt fel lehet venni, ez gondolom ez a kilátó lesz. Ú, de menő! Srácok, kell nekem is egy ilyen bunker. Ez nagyon menő néz ki, egy ilyen bunker. Tök menő. Kell egy ilyen bunker, igen. Ja, na, menjünk tovább. Nem akarok ennyit sokat izélni. Nyugodtan körmészítünk az egészen. Ó, itt a mesterlövészek vannak? Aha, értem, hát eléggé bénák voltak, hogyha engem nem láttak, meg nem mindegy. LOL! Mi ez a föld alatti cucc? Hello, itt vagyok lent! Nem tudom, hogy hol van, na mindegy. Itt van valami föld alatti cucc, srácok. Ezt ki lehet kapcsolni? Water pump. Meg van benne víz. LOL! És lehet lejjebb is menni. Na várjatok. LOL, itt lehet elmenni ilyen izével. Hello! Szia! Na megnézem, hogy ez mi, jó? Hello! Hú, de lassan megy. Ez mi volt? Mindegy, akkor elfutok. Hé, bocsi, kíváncsi vagyok! Na, aki kíváncsi, hamar megöregszik, tudom, de meg akarom nézni, hogy ez mi. Ez nagyon bedesszül néz ki. Mi ez a gomb? Ja, ez csak a visszafele út. Jó, én fel... Ne! Ha! Nem áll! Ez lő rám! Ne! Ajaj! Mi ez? Flares. Mi van itt? Ne! Hagyj békén! Ne! Nyugi! Figyelj, én csak körbe akarok nézni, tényleg. LOL! Ez ilyen tűzijátékokat lő ki, srácok. Ez milyen menő már? Hát, csak viccelődök, nyugi. Aha, értem. Jó, ez menő. Tűzjátékokat lövöldöz ki. Ha, de jó. Jó, rendben, mindegy, menjünk vissza. Ennyi elég volt. Érdekes volt. Nincs esetleg egy izéje? Na, gyere vissza. Ja. Nincs esetleg egy kocsia? Azzal menőbb lenne vissza, mert csak valamire eltűnt. Meg nincsenek leresztónozva. A csereget bemutassam? Bemutathatja, de igazából mondom, én inkább a helyiségre vagyok úgy kíváncsi, hogy mik vannak itt, mert amúgy tényleg nagyon menőn néz ki. Nem gondoltam volna, hogy a hadseregnek vannak ilyen föld alatti nem tudom milyei. Szóval érdekes. Na mindegy, tetszik idáig. Magának is ezredes. Normálisnak tűrök, vagy nem tudom igazából. Nem, próbálok nem gonosz lenni, meg tolakodó, meg ilyenek. De mindegy, nézzünk, arra fele voltunk, akkor nézzünk szerintem le. Nézzük meg, hogy ja, innen jöttem. Ó, na mindegy. Jó, igen, csak túlságosan kíváncsi. Hát, igen, ez nagy, nem túl nagy előny. Na mindegy, nézzük, hogy itt mi van. Ó, itt egy farm van. Na, ez tök menő, learatom önöknek, jó? Direkt egy próbál segítőkész lenni, látja? Learatom a farmot, visszaültetem. Parancsoljon. Gyors, segítünk legalább a katonáknak, próbálunk velük jó viszonyt ápolni, ha már nem tudom, csak így betolakodtam. Ez a bázisunk élelmiszer ellátása. Ó, menő, itt van a krumpli, parancsoljon. Learattam. Látja? Dolgozok a maguk emberei helyett is. Ó. Ez a lámpa? Aha. Ez milyen menő már? Ha? Ez milyen menő már? Így be lehet így csukni, és így visszamegy. Ez nagyon menő, ez nagyon tetszik. Na jó, köszönöm, akkor nem akarsz beállni? Nem annyira akarok. Nem túl nagy vágyam katonának lenni, de mindegy. Most komolyan, most ad nekem egy ruhát? Hát jó, felveszem, de csak mert menőn néz ki, de mától a neved, ne, hagyj békén, nem. Közlegény. Nem akarok közlegény lenni. Én csak körbe akarok nézni. Nem akarok izé katonásdit játszani. Itt van valami izé map. Ez semmit nem csinál. Ó! LOL! Ez bezárja az ablakokat! Meg az ajtót is, nem? Várjál? Nem, mindegy. Mától itt élsz, biztos, hogy nem. Hú, ez nagyon menő, ez nagyon tetszik. Itt tovább lehet menni. Jó, de nézzünk fel. Aha, ez meg megint egy torony. Ez nagyon király, jól néz ki, srácok. Nagyon-nagyon tetszik. Hú, de nagyon menő ez a bunker. Hát, ez a tesúr!
Nem tudom, hogy ne, hagyj békén, biztos, hogy nem zársz be. Nagyon elhitted. Hagyjál békén. Nem. Nem maradok itt. Ne gyere vissza, nem jövök vissza. Nem. Nekem ennyi pont elég volt. Láttam mindent, amit akartam. Köszönöm szépen. Úristen. Mit akarnak engem tartani? Mi ez? Méregpoti? Vagy nem, gyógyítás ital. Úristen. Mennyi cuccal fenn vannak már szerelkezve? Hol van az ezredes? Ott volt fenn. Nagyon remélem, hogy nem akar. Jaj, ne! Hagyj békén, ne már! Ne! Hagyj békén! Nem! Fogd be, állikat találnak, nem akarom! Én csak körbe akarok nézni, én videózni akarok, az sokkal jobb! Hagyj békén! Ne már! Miért kell ezekkel is ilyen rossz viszonnyal elválnunk? Nem értem, miért nem tudja. Emberek utána, ne! Hagyj békén! Ne már! Nem hiszem el! Miért nem lehetett volna normálisan megérteni, hogy nem akarok katona lenni? Nem hiszem el, srácok! Mert kell csak egy jó közösséget akarunk, de nagyon elhitted. Nagyon jó! Én meg nem akarok most egy izé plusz te erős ember vagy. Ez jó! Értem, de akkor is nem akarok katona lenni, köszi! Kell a segítséged. Nagyon jó. Istenem, srácok! Nem akarok katona lenni, nem akarok ártatlan embereket ölni meg ilyenek, szóval... Ezeket inkább hanyagoljuk. Jó, tudom, hogy nem minden katona olyan, de sok katonának van olyan dolga, hogy ja, na mindegy. Vagyis hát igazából ilyen harcoknál maximum, na mindegy. Srácok, nagyon remélem, hogy elköszöntem, elmenekültem. Ne! Ne már! Meddig követ ez engem? Nem hiszem el! Hagyd már békén! Nem hiszem el, srácok. Az megoldás, hogy lelősz engem? Hallod? Erről beszélek, látjátok? Most is meg akar engem ölni, hát kiégek. Istenem. Ne már, hagyd már békén! Meddig kell még menekülni? Mikor tudom már lerázni? Leráztam? Na jó, bebújjuk ide a fa mögé. Vissza leszel hozva, nagyon elhitted. Leráztam? A fenébe eltűnt, haha, easy. Jó, oké, leráztam. Na srácok, hát jó, el tudtam menekülni, és meg tudtuk nézni legalább a bázist, és amúgy mennyire menő bázisuk van már egy ilyen katonáknak. Én egyszer akarnék egy saját ilyen bázist, ez azért eléggé beleszül nézett ki, meg mindenféle ilyen titkos járatokkal, meg ilyenekkel. Hát ja, srácok, remélem, hogy tetszett ez a videó, és hogyha igen, akkor dobjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornámra, és hogyha még szeretnétek ilyen videót, akkor írjátok le a kommentbe, és találkozunk legközelebb, és még egyszer köszönjük, hogy itt voltatok, és sziasztok!